Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Önök továbbra is az Oltalom Rádiót, a Másként Gondolkodók Rádióját hallgatják. Én pedig Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja, és szeretettel és tisztelettel köszöntöm Szabó Zsuzsát, a Pedagógus Szakszervezet elnökét, vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget, és pontosítanék. Ugye pedagógus szakszervezet sok van, összesen 5. Ebből az egyik a PS, a Pedagógusok Szakszervezete, tehát ez a hivatalos pontos nevünk. Az a helyzet, hogy mindig összekevernek bennünket más szakszervezetekkel, mert azt gondolják, hogy ez egy gyűjtő név, de mégsem az, hanem a mi saját nevünk. De szükség van 5 pedagógus szakszervezetre? Azt kell mondanom, hogy történetileg így alakult, és hát nyilvánvalóan ez visszavezethető egészen a rendszerváltásig. Azóta is fent maradtak, akkor sokkal többen voltak. Mindenki, aki képviselte az oktatási ágazatban munkavállalókat, ők az önálló kis alapszabályuk mentén alakíthattak szakszervezeteket. A pedagógusok szakszervezetéről azt kell tudni, hogy 102 éve, 104 éve létezünk önálló szakszervezetként, és a mai napig is az ágazatban, tehát az oktatásban a legnagyobb létszámú szakszervezet vagyunk. Szokták azt mondani, hogy a PS és a PDS a két nagy szakszervezet, hát a másik szakszervezetnek töredéknyi tagsága sincs, de ez nem egy számháború. Egyetlen egy cél a fontos, az oktatás valamennyi dolgozójának a munkahelyi körülményeire vonatkozóan képviselni az érdekeket. De ez a sok szakszervezet, ez együtt tud működni? Tehát jó az együttműködés, vagy pedig, mert hát az nagyon ártalmas lenne a pedagógus társadalomra, hogyha nem lenne együttműködés, és nem lenne erre való elkötelezettség, mert hát a széthúzás az nem vezet jóra. Teljesen egyetértek. Valójában ebből az 5 szakszervezetből érdemben 2, a PS és a PDS tud aktív tevékenységet felmutatni. Mi bizonyos kérdésekben kvázi szövetségre léptünk egymással. Ezt támasztja alá az is, hogy az elmúlt év októberétől közös sztrájkbizottságban tárgyalunk a kormánnyal az oktatási dolgozók élet és munkakörülményeinek javítása érdekében. De mert 2 külön szakszervezet vagyunk, nyilvánvalóan a módszereink, az eszközeink, a vérmérsékletünk, a tárgyalási pozíciónk más és más. A legnagyobb szakszervezetnek, eddig még reprezentatív volt a PS, jogilag is biztosított volt a tárgyaló asztal mellé kerülni alanyi jogon. Ahhoz egy bizonyos létszámot kell tudni felmutatni, és ezt a PS eddig meg tudta tenni, tehát törvényi kötelezettsége volt a kormánynak a PS-t asztalhoz hívni. Egyébként is a mi tagságunk azt képviseli, hogy ha csak egy mód van rá tárgyaló asztal mellett elérni eredményeket, mert azt gondolják, hogy a kollégáim úgy vallják, hogy ők tanítani szeretnek. Azért léptek be a szakszervezetünkbe, hogy valaki képviselje őket szakmailag, legyenek ott szakértők, legyenek ott munkajogászok, akik az ő általuk jelzett problémákat át tudják fordítani jogszabályi módosító javaslatokba, illetve azokat a problémákat, amelyeket jogszabályi háttér nélkül is meg lehet változtatni, azokban megjárjanak el. Én azt gondolom, hogy akik tagdíjat fizetnek, nekik ez egy jogos igényük, és hát ebben mi nagyon partnerek vagyunk. Ha még van egy percem, akkor azt is elmondanám, hogy nem csak országos irodánk van, hanem gyakorlatilag nekünk minden megyében van irodánk megyei vezetővel. Bárkinek, tudom ajánlani, bárkinek bármilyen munkajogi problémája van, keresse a megyei elnökeinket és a munkajogászokat. A www.pedagógusok.hu honlapon megtalálják a területi vezetőink nevét, elérhetőségét, és ezáltal a jogászokét is. Ez egy hatalmas segítség, mert egy rendszerszerű működésben lehet bennünket elérni, és ezen túl még ott vagyunk járási szinten, települési szinten, és természetesen az iskolákban. És elmondhatom magunkról, hogy mi majdnem minden településen ott vagyunk. Tehát akár óvodában dolgozik valaki, akár általános iskolában, akár középiskolában, és legyen pedagógus, nem pedagógus, hanem oktatást nevelő segítő, vagy technikai dolgozó, ha valamilyen munkajogi problémája van, vagy csak valamit nem ért maga körül, vagy egy szerződés aláírása előtt kérdései vannak, én arra kérem a kedves hallgatókat, forduljanak bizalommal
az adott iskola vagy az adott település pedagógusok szakszervezete PS képviselőjéhez. Körülbelül a pedagógusok hány százalék a szakszervezeti tag országos? Hát ezzel nem nagyon lehet dicsekedni. A rendszerváltás után valahol elmaradt az a fajta, hát hogy is fogalmazzak, képzés, ami ahhoz kellett volna, hogy a munkavállalók pontosan tudják, hogy mire jó a szakszervezet, a szó nemes értelmében mire lehet minket használni. Ez egy nagyon nagy korszakalkotó hiba volt abban az időben, ezt most próbáljuk áthidalni. Nagyon kevesen vagyunk ahhoz képest, hogy például az oktatásban 146 ezer pedagógusról beszélünk, és ehhez képest mondtam az előbb, hogy körülbelül 10%-ával rendelkezünk egyébként, ennyi kell a reprezentativitáshoz. 16 ezer körül. Igen, igen. Tehát még mindig azt tudom mondani, hogy a legnagyobb ágazati szakszervezet vagyunk, és hát a szakszervezeti mozgalomban is a legnagyobbak közé tartozunk, ebből kifolyólag a felelősségünk is óriási. Láttam egy térképet, hogy készülnek a sztrájkra, és ez a térkép, ez egy országos térkép, és úgy néz ki, hogy a tiltakozások, tehát a sztrájk és tiltakozás egyidejű munkabeszüntetéssel, ugye hát megkoronázott része az Budapest és környéke. Tehát ott nagyon sűrűn vannak, hát igaz, hogy sokkal sűrűbben lakott, sokkal több iskola van, de ahogy megyünk az ország határa felé, vagy ahogy megyünk a távolodunk Budapesttől, akkor hát ritkulnak a kis nyílak, amik jelzik, hogy hol van valamilyen, akár csak egy szimpatizáló megmozdulás. Jellemző, hogy Budapest-centrikus a pedagógusok ellenállásának a megjelenése? Tehát nem egyenletes az országban az eloszlás? Erre rögtön mondok egy választ, hogy igen, de ha megengednén, egy kicsit messzebbről indulnék. Hát azért vagyunk itt, hogy ezeket világítsuk meg. Szeretném kifejteni egy kicsit jobban ezt a problémát. Tehát az előbb említettem, hogy a PDS-szel közösen sztrájkbizottságot alakítottunk, és hát egészen ez év januárjáig próbáltunk tárgyalóasztal mellett eredményt elérni. De nem csak akkor kezdtük a munkát, a PS már 2018-tól folyamatosan tárgyalóasztal mellett ült, hiszen a szakképzést átalakították, abban az időben szakították ki a köznevelés rendszeréből, a KJT hatálya alól, és vitték ki a munkatörvénykönyve hatálya alá. Egy csomó szerzett jogot veszítettek el a kollégáink ezáltal, mindenféle egyeztetés nélkül, és mindenféle hatástanulmány nélkül. Akkor mi utcán is voltunk, és egyébként csak emlékeztetném a hallgatókat, hogy 2016-ban volt egy elhíresült esernyős tüntetés, az 5 perces néma csenddel, amely már akkor felhívta ugyanazokra a bajokra a figyelmet, mint amiért most küzdünk. A mérhetetlenül alacsony fizetésre, a pályakezdőknek a problémáira, mert nincs fiatal, aki ezért a gyalázatosan alacsony fizetésért ide jönne dolgozni, mert kvázi a szegénységet vállalja az, aki tanárnak megy. Aztán ott volt a nem pedagógus álláshelyen foglalkoztatottak kérdése, neki 2008 óta nem volt béremelésük. El lehet képzelni, hogy azok, akik az iskolákban, óvodákban ott vannak, a dadusok, az udvaros, a takarító, a konyhai dolgozó, az oktatássegítő kollégája. Aki nélkül nem működik az intézmény. Aki nélkül nem működik a rendszer, mert nem csak tanárok vannak az oktatási intézményekben, legyen az óvoda, általános vagy középiskola, ők 2008 óta nem kaptak béremelést, tehát valami áldatlan állapot van, senki nem jön ide, hiszen mindenhol máshol többet lehet keresni. Ez egy ilyen oldalági kitérő volt. Tehát 2018-tól ugyanezekért küzdünk. Nem boldogultunk a tárgyalóasztal mellett, sztrájkbizottságot, közös sztrájkbizottságot alakítottunk a másik szakszervezettel. Januárban figyelmeztető sztrájkot tartottunk, lehet, hogy még emlékeznek is rá a hallgatók. Január 31-e volt ez, amikor hihetetlen nagy hullámokat kavart a sajtóban, és az államtitkár Maruzsa Zoltán, ugye ez az előző kormány államtitkára még, elmondta tévében, rádióban, mindenütt, hogy nem lesz sztrájk, és amit a szakszervezetek sztrájkot szerveznek, az jogszerűtlen lesz. Ez azért nem volt tisztességes bejelentés, mert ugye minden munkavállaló fél attól, hogy egy jogszerűtlen sztrájkban találja magát, mert annak munkajogi következményei is vannak akár. De azóta teljes biztonsággal ki is derült, mert bíróság minden stációját végigjártuk, és azóta végzés van a kezünkben, hogy bizony az a sztrájk is jogszerű volt, tehát a szakszervezetek felelőssége.
olyan sztrájkot hirdetni, amelyben mindenki, aki munkavállaló, alapjogát, az alaptörvényben rögzített jogát gyakorolva részt vehet, ha azokkal a kérdésekkel egyetért, amit sztrájk követelésként megfogalmaztak a szakszervezetek. Még egy fontos, civil szervezet nem hirdethet sztrájkot, csak és kizárólag szakszervezet. Ez itt egy tételmondat volt. Megyünk tovább. Ez a sztrájkjog vonatkozásában egy nagyon fontos elem, hogy kihirdethet sztrájkot. Igen. Tehát ha valaki kitalálja, hogy na, akkor holnaptól gyerekek sztrájkoljunk, akkor az teljesen joggal söprik le az asztalról, hogy ez nem jogszerű. Nem véletlenül tértem ki erre, és nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy ez egy tételmondat. Sztrájkot csak szakszervezet hirdethet. Hogyha végigmehetünk ezen a logikai síkon, akkor ide majd egyszer még visszaugranék, mert van rá példa, hogy nem szakszervezet is hirdetett valamilyen félét, és itt fogalomzavar van, azért szeretném ezeket tisztázni. Tehát volt egy 27 ezeres létszámú sztrájkunk januárban, ez csak egy 2 órás figyelmeztető sztrájk, amit egyébként a sztrájk törvény megenged. Azért fontos kimondani, hogy a kormány mindent megtett, hogy elbizonytalanítsa a szülőket és a kollégákat, mert hiszen nyilván nem szereti látni, hogy sokan értenek azzal együtt, amit mi követelünk. Annak ellenére, hogy ment a megfélemlítés gyakorlatilag, mert itt aztán mindenki, a tankerületi vezető, az igazgató, mindenki próbálta megakadályozni a munkavállalóknak ezt a legális alaptörvényben rögzített jogának a gyakorlását, mégis meg tudtuk szervezni. Gondoljanak csak bele a hallgatók, 10 000 feladat ellátási hely van Magyarországon, és ennek a zömében nem az egész tantestület, de sokan vettek részt. Majd nem boldogultunk továbbra sem, csak ígéreteket kaptunk a kormánytól. Bocsánat, ez 10 000 iskolát, vagy oktatási intézmény. Azt jelenti, hogy van egy tankerület, és alatta sok-sok-sok-sok intézmény van, amelyek lehetnek tagintézmények, vagy bármilyen feladatellátási helyek. Ezt csak azért próbáltam érzékeltetni, mert ha egy gyárban sztrájkot szerveznek, ott ugye kerítésen belül, gyáron belül vannak a munkások, a sztrájkszervező szakszervezet kiáll, tart egy gyűlést, elmondja, kész vagyunk. Nekünk, a PS-nek ezt a rengeteg-rengeteg feladatellátási helyhez el kellett juttatnunk a minden tudnivalót, milyen szabályoknak kell megfelelni, mi az, amit be kell tartani, mert különben nagy baj lehet belőle. Tehát csak érzékeltetni akartam, hogy nem kis munkába vágtuk a fejszénket. És akkor jött a március 16, amikorra ugye határozatlan idejű sztrájkot hirdettünk. Ott már 47 ezeren vettek részt, több mint 40 ezeren, inkább akkor így fogalmazok. Ez egy hatalmas szám. Az mit jelent, hogy határozatlan idő, hogy nincs megjelölve a vége? Igen, belülről nyitott. Tehát nem csak az, hogy azt mondjuk, hogy március 16-ára sztrájkot hirdettünk, hanem úgy láttuk jónak, hogy közelednek a választások. Ugye április 3-án volt, ha jól emlékszem. Nagyon-nagyon fontos volt, hogyha addig, ameddig ez az előző kormány legitim volt, és nem tudunk elérni semmit, akkor ne legyen az, hogy ott mi bezárjuk a kaput, és tudomásul vesszük, határozatlan idejű, és ugye fel is kellett függesztenünk a választások előtt, április 1-én azt mondjuk, hogy nem beszüntettük a sztrájkot, csak felfüggesztettük, azért, mert nincs a kormánynak képviselője, mert az majd csak akkor lesz újra, hogyha megválasztották az új kormánytagokat, és akkor... Ott van egy hiátus. Ott van egy olyan, igen, egy olyan hiátus, amelyet valahogy át kellett hírálni. Nincs tárgyaló partner. Pontosan. És akkor ugye ez következett, hogy felállt az új kormány, nevesítették, hogy ki fogja folytatni a tárgyalásokat. Mondhatom azt, hogy magasabb szintre emelték, mert az előző kormány esetében a helyettes államtitkára, Kisfaludi Lászlóval egyeztettünk, az új kormányban az államtitkárhoz került ez a feladat. Tehát ez a Maruzsa nevű ember. Maruzsa Zoltán, igen. Tehát egy szinten magasabbra léptünk, de még mindig nincs ott a miniszter. Hadd tegyek hozzá valamit ehhez a Maruzsa nevű ember, az ő tevékenységéhez. Itt, ahol most vagyunk, ez az oltalomnak az egyik székhelye, a Karitatív Egyesületnek a székhelye, hát sok ilyen van, meg a Magyar Evangéliumi Testvérközösségnek több ezer nagyon hátrányos és fogyatékkal rendelkező gyerek ellátásáról gondoskodik ez a két szervezet. Minden évben most legutoljára 80 millió forinttal csökkentették az ellátási forrást, de ez most már 2 év alatt kb. 200 millió.
És az volt Maruzsa államtitkárnak az indoklása, írásbeli indoklása, hogy azért nem támogatja a kormány a mi tevékenységünket, mert ez nem megtérülő befektetés. Jó. Ez, hogy mondjam, szóval az életnek ezen szférájába befektetések, az oktatás, mint befektetés, ilyenekről említést tenni, vagy ha valakinek a fejébe ilyen megfordul, hát akkor az nehezen minősíthető. Ez minősíthetetlen. Ezt mindenképpen nagyon hangsúlyosan szeretném majd megválaszolni, de most akkor hagyjussak már oda, hogy miért van ilyen budapesti központ. Tehát ott volt egy nagy sztrájkunk, nyitott volt, újra kezdtük. És azóta nem volt országos nagy egységes sztrájkunk, hanem azt mondtuk, hogy ezt a felülről nyitott sztrájkot folytatják az iskolák, a maguk intézményében ki, mikor, hogyan tud sztrájkot hirdetni. Minden információ megvan, honlapunkon letölthető az összes dokumentum, ami ahhoz kell, hogy jogszerű legyen. Létrehoztuk ezt a térképet, hogy láthatóvá tegyük a sztrájkokat. Erre azért van szükség, hogy a társadalom figyelmét fent tudjuk tartani, mert a baj nem oldódott meg. És igen, a budapesti elitiskolák tanárai azok, akik bátran belemernek ebbe állni, és a vidéki hátrányos helyzetű település minél hátrányosabb, annál kevésbé. Annál kiszolgáltatottabb, és a kollégák nem tudják azt mondani, és ugye a hivatástudat, a felelősségtudat, a gyerekek iránt érzett felelősség okán, hogy ők sztrájkolnak, miközben mondjuk a településen csak közmunkából lehet másoknak megélni. Ez a kevés pénz, amit a pedagógusok tényleg nagyon gyalázatos, és a diplomás átlagbérhez képest 60%-on vagyunk, tehát a felét keressük, mint más diplomások. Tehát gyalázatos, de mégis ott maradnak, mert azt gondolják, hogy muszáj ott a gyerekeket elvárni. Hát hivatást tudod. Persze. És akkor ez jelenik meg a térképen. Ha mondjuk Tiszaburán egy kollega azt mondja, hogy ő belemegy egy olyanba, amelynek munkajogi következménye lesz, és esetleg azt mondja a tankerületi vezető vagy az igazgató, hogy no, akkor a viszontlátásra, mert te ezt csináltad, akkor neki nem lesz másik helye, ahova elmenjen. Egy budapesti kollega felül a villamosra, elmegy a másik kerületben, és kész van. És akkor ezt a témát itt megválaszoltam. Kicsit hosszú volt, de akartam. Nem volt hosszú, nem. Ezek nagyon fontos dolgok, mert az embereknek nincs pontos képük. Tehát benyomásaik vannak, egészen mást mond erről a kormányzati televízió, persze. Az M1, meg egészen más mond az ellenzéki sajtó. Csak azt, hogy a szakszervezetekre, nem kell, nincs szükség. De van szükség. Mert kiszolgáltatott mindenki, aki ma Magyarországon munkavállaló. Most egy furcsa kérdés, hadd tegyek fel. Még hadd válaszoljak meg arra, amit az előbb. Persze, azt mondta, hogy Maruzsa Zoltán azt válaszolta, hogy nem megtérülő befektetés, és akkor én most, ha megtehetném, visítanék. Végig, amióta én elnöke vagyok ennek a szakszervezetnek, 2018 óta próbáljuk azt megértetni a döntéshozókkal, a kormánnyal és az oktatás irányítóival, hogy az oktatásba befektetett pénz a költségvetési sorokon ne úgy kezeljék, mint kiadási tételt, hanem mint a jövőbe való befektetés. És ezt a leckét még mindig nem tanultam meg, Maruzsa úr. Nagyon szégyellem, hogy nem, mert 2018 óta nem sikerült. Valószínűleg nem is fogja megtanulni, mert ez... Szóval ez akarat és szándék kérdés, hogy hogy állunk ehhez a... A kérdés, amit fel akartam tenni, az azért furcsa, mert az önkormányzatok nagyon fel voltak háborodva, amikor megvonták tőlük az iskola fenntartási jogot. Tehát amikor ez állami kézbe került. Viszont a szakszeretek szempontjából talán egyszerűbb a helyzet, mert nem sok-sok önkormányzati fenntartóval kell egyeztetni és tárgyalni, hanem egy közös központi akarat érvényesül. Jól látom én ezt, vagy ennek is megvannak a maga buktatói? Hát hogy nem. Hát hogy alakították a rendszert a 2010-es évek elején, így ezt a nagy mamut rendszert átfordították úgy, hogy nem készült semmiféle elemzés. Nem tudtak egy olyan rendszert felállítani, amiből láthatóvá vált volna, hogy mi fog következni az átalakítás után. Megvolt annak a maga történelmi oka-okozata, mert ugye amikor az önkormányzatok voltak a fenntartók, akkor azt lehetett látni, hogy egy budaörsi önkormányzat, meg egy
végeken, akár Szabolcs vagy Borsod megye nagyon hátrányos helyzetű településen működő önkormányzat más pénztárcával volt eleresztve, és bizony én abban az időben Szolnoki megyei szakszervezeti vezetőként azt tapasztaltam, hogy kollégák nem kapták meg a fizetésüket, mert nem volt miből. Nem volt az önkormányzat pénztárcájában annyi pénz, hogy az óvodákban, az iskolákban, ahol ő volt a fenntartó, kifizesse a béreket. Ez egy komoly probléma volt, és igen, nagyon sok kollégám támogatta, hogy legyen állami fenntartásba vétel, abban a reményben, hogy majd akkor jobb lesz hát a minőség. Legalább a bérkifizetés garantált. És azt kell mondom, hogy nem. Ez az egész átalakítás úgy történt, ahogy ezt ön mondta, semmi hatástanulmány nélkül. Mi szakszervezetként leírtuk az összes buktatóját, és hát azt kell mondanom, sajnos ezek közül mind megvalósult. Nem, azt mondtuk, hogy a rendszert lehetett volna úgy is működtetni, nem ilyen gyorsan átalakítani, hanem egy széles körű társadalmi egyeztetést követően csak. Egyébként csak pénz kellett volna hozzá, hogy azt az anomáliát megszüntessék, ami akkor tényleg igazi valós probléma volt. Nem így történt, dur, egyik percről a másikra megvalósították, ugyanúgy, mint 19-ben a szakképzést kiszedték, mint az előbb mondtam, a KJT hatálya alól, szétválasztották, elaprózzák gyakorlatilag a közoktatás rendszerét. Most már nem beszélhetünk egységesen arról, hogy egybe van az oktatás, mert az óvodák, a bölcsödék az önkormányzathoz tartoznak, az általános iskola és a középiskolának a gimnáziumi része az most a belügyminisztériumhoz tartozik, és a szakképzés egy másik minisztériumhoz, a kulturális és innovációs minisztériumhoz. Én meg azt kérdezem, hogy ennek egy egységes rendszernek kellene lenni, hiszen együtt mozog a rendszer, de nem így történik, és miért nem így történik? Mert így meg tudja osztani a munkavállalókat, mert azt mondja, a szakképzésben kaptok egy kicsit több pénzt, és akkor ugye majd jól haragszik egymásra a két, szembe tudják két nagy rendszer, igen, és nem állnak ki egymásért. És így elaprózódunk, és kevesen vagyunk, és például amikor 2019-ben utcára hívtuk a kollégákat, hogy akadályozzuk meg a szakképzés kiszervezését a közoktatásból, akkor a szakképzésben reményt látó kollégák, akik akkor azt tudták, hogy majd többszöröse lesz a fizetésük, és majd milyen jó lesz, ők ezt annyira nem támogatták. Alkotmánybírósághoz fordultunk. Mindent előkészítettünk. Akkor még dr. Szüdi János volt a szervezetünk jogásza, aki sajnos azóta már nincs köztünk. Mindent előkészített, mert szakszervezet alkotmánybírósághoz nem fordulhat, de egyesével az érintettek fordulhatnak. Előkészítettük a mintaleveleket. Még azt is megszerveztük, hogy ne derüljön ki, hogy melyik településről megy be az alkotmánybíróságba egy panasz ezzel az átalakítással kapcsolatban, hogy ne legyen retorzió annak, aki beküldte, hogy ne lehessen lekövetni, hogy melyik iskolából, mert ugye van, ahol csak egy ilyen szakképző intézmény van. És nem adták be a kollégák, mert akkor még a mézes madzag ott volt az orruk előtt, és azt hitték, hogy majd nekik jobb lesz. Hát nem lett rossz, vagy jobb, sokkal rosszabb lett. Igenis ott a baj a szakképzésben, mert az ígérvény maradt. Hát meg az OKS képzésekben, szóval az annyira üzleti vállalkozássá fajult, hogy hát nem véletlen, hogy koszorú vagy virágkötőből, meg műkörömkészítőből egész Európát el tudnánk látni, de mondjuk a piac nem igényel ennyit. Viszont marha jó dolog, meg sok pénzért lehet képezni őket, főleg állami pénzből. No, de történelmi távlatokról tetszett az előbb beszélni. Hát a pedagógusok társadalmi megítélése az sajnos 100 évvel ezelőtt se volt sokkal jobb. Úgy hívták őket, vagy úgy nevezték őket irodalmárok, hogy a nemzet napszámosai. Tehát akik napszámba nagyon kevés pénzért, sokkal inkább becsületből és tisztességből dolgoznak, de az a társadalmi érték, amit ők megteremtenek, mert ez egy óriási tőke, az messze nincs honorálva se a társadalom, se a társadalmat vezetők részéről. És ez a mai napig így van. Hát mi a fenér nem tud ez változni? Hát minden normális nemzet. Mondok egy példát, Finnország rosszabb helyzetben volt annak idején, a rendszerváltás idején, mint Magyarország. Ők azt mondták, hogy nálunk az oktatás, az annak a fejlesztés az első rendű, első rangú szempont. És meg kell nézni, hogy eltelt 31 vagy 33 év, és hogy hol tartanak, és hol tartunk mi. Tehát ez politikai akarat és politikai döntés kérdése. Hát nem volt olyan
normális része a magyar politikai elitnek, aki ezt fontosnak gondolta volna? Hát nézzük meg, hogy mi az állam feladata. Az alaptörvényben gyönyörűen meg van fogalmazva az oktatásra vonatkozóan, a minőségi oktatás minden feltételének biztosítása a gyerekek számára. Teljesíti? Nem. És sajnos, amit ön mondott, az teljesen igaz, de mivel indítottuk ezt a témát, hogy a kormány és az oktatás irányítás kiadási tételként kezeli az oktatást, és ráadásul úgy, ami nem térül meg. Hát szemen szedett hazugság. Hát hogy lehet ilyet mondani? Mindjárt bebizonyítom, hogy miért nincs igazuk. Egyébként meg igen, ez a nemzet napszámosabb titulus, ez még mindig itt van, és meg is felelünk ennek az elvárásnak, mert hogy a kollégáim, gondoljunk csak a COVID időszakára. A miniszterelnök reggel, péntek reggel bejelentette, hogy az oktatásban minden marad változatlan, majd este meg azt mondta hétfőtől, digitális online oktatás lesz. Na, mit biztosított az állam? Milyen munkafeltételeket a pedagógusoknak ahhoz, hogy a gyerekek alapvető jogát tudják gyakorol biztosítani a minőségi oktatáshoz, amit az államnak kell adni, annak a hozzájutásához? Hát ez úgy valósult meg, hogy az összes szorgos, dolgos és hivatástudatta a bíró kollégám leseperte otthon valamelyik asztalt, és azt mondta, hogy innentől kezdve innen tanítom a gyerekeket. Rátette a saját kis számítógépét. Saját számítógéppel, saját sávszélességet bővített, mert nyilván a saját levelei megnézésén túl egy ilyen digitális platformot működtetni, ahhoz nem volt elég a befizetése, tehát saját pénzéből bővítette az internethálózatát, és megtanulta valamelyik applikációban, vagy valamelyik, mit tudom én, miben működtetni hát az a kapcsolattartást. Ez egy komoly tanulási folyamat volt. Magára hagyta a kormány az összes pedagógust. Úgy tudták csak megvalósítani, hogy iszonyatos mennyiségű kétségbeesett hívást kaptunk, hogy de mi lesz, mert a fiatalok ugye kevesen vannak az oktatásban. Alig-alig vannak mutatóban, akik értenek. Digitális benszülöttek, igen. Mi meg digitális bevándorlók hát vagyunk. És akkor azt mondta a kolléganő, hogy ő azt se tudja, hogy mi az, hogy platform, mi az, hogy ő most, mi az, hogy messenger, mi az. Teljes volt a pánik, és a fiatalok odaálltak az idősebb kollégákhoz, és tanították őket, hogy hétfőre valami történjen. Na, innen indultunk, ezt biztosította a kormány. Azt mondtam, az állam kötelező feladata. Igen, az, mert a holnap munkavállalói itt ülnek ma az iskolapadban. Tehát, ha azt mondja Maruzsa Zoltán, hogy és ennek nincs hozadéka, akkor valami nagyon nem kerek, mert a jövő munkavállalója, aki most nem kap minőségi oktatást, az holnap csak betanított munkás tud lenni. És onnantól kezdve be is kategorizálták az egész életét. Aki nem tudja megvalósítani az élethosszig tartó tanulás folyamatát, mert nem kapott olyan tudást, hogy az értő elvasása az rendben legyen, aki nem tud gondolkodni, mert nem tanították meg azokra a műveletekre, amikor 2-3 lépéssel előre tud következtetéseket levonni, az nagyon nagy baj a társadalomnak, mert akkor nem lesz elég orvos, nem lesz elég mérnök, nem lesz elég közgazdász, viszont ki tudjuk szolgálni azokat a nagy cégeket, akik azt mondják, hogy nekik a szerelőműhelyben nem tudom hány darab munkavállaló kell, és akkor megmutatják, hogy ezt a csavart 6-szor arra tekered, ezt a csavart benyomod, na akkor ez a munkavállaló lesz, aki most nem kapja meg a minőségi oktatást. És miért nem kapja meg? Hát azért, mert nincs elég szakos tanár. Mert nálunk ugye nem elég, hogy kell egy iskolába mondjuk 60 munkavállaló, és akkor ellátjuk a tanulócsoportokat, mindenütt van valaki, aki tanít, hanem ugye még ezen belül ott van, hogy énekszakos, matematika, fizika, sorolhatnám. Na most az a gyerek, aki mondjuk mérnök szeretne lenni, és nem kap matematika tanártól oktatást, hanem tanítja neki a testnevelő. Vagy nem olyat kap, ami az egyetemi felvételihez szükséges. És nem tud tovább tanulni középiskolába, és nem tud tovább menni egyetemre, mert hogy nem kapta meg azt a szintű tudást, mert nem volt szakos tanár az iskolában, neki az egész életútja tönkrement, de ez a társadalomnak is probléma, mert ott el fogunk szegényedni. Felismeri ezt a társadalom? Én azt gondolom, hogy nekünk, a PS-nek rengeteg munkánk van abban, hogy ezt el tudjuk juttatni, ezt az információt. És hosszú-hosszú ideig ilyen, hát fekete lyukba dobált energiának látszott ez a történet,
de az ez évi márciusi sztrájkunk időszakában gyönyörűen megmutatkozott, hogy eljutott a hír a szülőkhöz, hiszen nem tudtunk volna ennyien sztrájkolni, sem januárban, sem márciusban, ha a szülők nem álltak volna mellénk, mert van egy olyan sztrájktörvényünk, amely önmagában lehetetlenné teszi a sztrájkot, és csak annak mentén lehet szervezni, mert különben jogszerűtlen lesz, és mondtam, annak komoly következményei vannak a sztrájkot szervező szakszervezetre, és annak is, aki ebben a részt vesz. De még ez nem volt elég. Ez a sztrájktörvény kimondja, hogy a kormánynak és a szakszervezeteknek a sztrájk idejére meg kell állapodni egy minimális szintű szolgáltatásban, és ebben nagyon komoly eltérés van a kormány és köztünk, mert mi azt mondjuk, hogy ez az oktatás, ez nem olyan, mint például az egészségügyi ellátás, hogy nem lehet mindenkinek sztrájkolnia, mert bevisznek egy haldokló beteget, őt nem lehet magára hagyni. Az oktatást lehet, hiszen a digitális oktatásban azt mondta a kormány, menjetek haza, aztán majd lesz valami. Akkor miért nem lehet egy 2 órás sztrájk alatt is ezt csinálni? Nem, elrendelte, és nem úgy, ahogy azt a törvény előírja, hogy nekünk meg kellett volna állapodnunk hivatalos nevén a még elégséges szolgáltatás mértékéről, hanem ezt is szépen kikerültem, mert ugye tudjuk, hogy nem szeret egyeztetni, az neki úgy annyira nem az erőssége, hozott egy kormányrendeletet február 11-én, és azt mondta, az ügyeletet biztosítani kell, az órák 50%-át meg kell tartani, az érettségi tantárgyak 100%-át meg kell tartani, miközben a kollega sztrájkol, és arra a napra nem kap bért. Hát micsoda dolog ez. És okoslány módjára oldottuk meg úgy, hogy a szülők ott voltak mellettünk, és ebben partnerek voltak. Vagyis kértük a szülőket, hagyják otthon a gyermekeiket az egyik nap, mert ha valaki egy napra sztrájkot hirdettünk, akkor azt az 50%-os kötelező megtartás meg az érettségi miatt nem tudtuk, de ezt úgy oldottuk meg, és nagyon sokat segített nekünk a Helsinki Bizottság magyar csapata, a jogászok, meg a TASZ-nak a jogászai, és hát éjjel-nappal azon gondolkodtunk, hogy tudunk okoslány módjára a sorok között lavírozni, úgyhogy jogszerű legyen a sztrájk. Tehát 2 napra hirdettünk sztrájkot, egyik nap egyáltalán nem vettük fel a munkát, és ekkor a szülők vigyáztak a gyerekekre, és nem hozták be a kicsiket. A másik nap, meg az előző nap 50%-át, meg az aznapi 50%-át megtartottuk. Így tudtuk láthatóvá tenni a sztrájkot. És nagyon felemelő volt, amikor januárban, amikor csak 2 órát figyelmeztető sztrájkot szerveztünk, 8-tól 10-ig, hozták a szülők, nagyszülők a kicsiket, és azt mondták, hogy annyira felemelő érzés volt, mikor látták, hogy az iskolák, óvodák minden irányából jönnek a szülők a kicsikkel, és hogy egy olyan nemes ügy mellé álltak, ami a gyerekek jövőjéről szól, hogy legyen mindenkinek olyan szakos tanára, amely lehetővé teszi azt, hogy ő tovább tudjon tanulni, és be tudja teljesíteni azt, ami az ő vágyálma. És ezt a szülők megértették, és ez egy fantasztikusan jó dolog. Az előbb a megtérülésről beszéltünk, és azt hiszem az OECD-nek olvastam egy olyan jelentését, hogy Magyarországon egy diploma az körülbelül 24 ezer dollárba kerül, de a következő években ennek a 11-szeresét fizetik meg adóba a diplomások, tehát óriási bevétel képződik ebből, de abban az esetben, ha itthon marad. Na de hát a diplomások jelentős része nem csak anyagi, tehát nem csak anyagi, hanem társadalmi, környezeti szempontok alapján is inkább úgy dönt, hogy külföldön próbál szerencsét, és hát nem itt fogja kamatoztatni a tudását. Az előbb tetszett mondani, hogy csak a szakszervezet kezdeményezhet sztrájkot, ami egy abszolút megfogható és hát alaptétel. De mi van a diákokkal? Mert én nekem nagyon lélekmelegítő az, ahogy a diákság most kiáll a pedagógusok mellett. Az ELTE két gyakorló gimnáziumában virasztottak, tehát ott voltak a diákok, a tanárok mellett kiálltak. Most készül egy nagy demonstráció a pedagógusok, vagy az oktatás, vagy a pedagógusok világnapja, október 5-e? Október 5-e az oktatás világnapja. Az oktatás világnapja, és egy általános országos sztrájk készül, amire külön készülnek a diákok. Tehát a diákoknak ebben a történetben mi a státuszuk? Tehát rájuk mi vonatkozik? Szabályozza valami? Gödöllőn tegnap kivonultak abból a gimnáziumból, ami beázott, mert
oktatás közben bontották le az egyébként roppant veszélyes anyagot, aszbesztet tartalmazó tetőt, és nem zavarta az oktatást irányító minisztériumot, hogy ott olyan pollenek meg egyebek, ami hát borzasztó következményű. És ezek a gyerekek kivonultak az iskolából, a gimnazisták. Szóval ez nekem nagyon-nagyon lélekmelegítő, ahogy a szolidaritást, ahogy az előbb tetszett, mondja, a szülők a pedagógusokkal, a diákok a pedagógusokkal. Ez egy nagyon-nagyon szépen kibontakozó dolog. Igen. Itt minden egymással összefügg. Azt kell mondanom, hogy az oktatásnak ugye több szereplője van. Ott vannak a diákok, a pedagógusok interaktív kapcsolatban vannak, ott vannak a szülők, de én Magyarországon nem tudok olyan családot, aki ne lenne érintve a közoktatásban, hiszen vagy nagymama nagypapaként, vagy nagynéni nagybácsiként, vagy sorolhatnám valamilyen vagy módon. Diákként oda vagy járt. Diákként, igen. Tehát mindenkinek van kapcsolata a magyarországi köznevelés rendszerével. És azzal, hogy el tudtuk juttatni azt a hírt, hogy nem normális az, hogy úgy tanít egy történelem szakos kollégám fizikát egész tanéven át, hogy az nem derül ki, hogy nem szakos ellátást kapott a gyerek, mert van egy úgynevezett kréta rendszer, amiben dokumentálni kell a megtartott órákat, és oda, mint szakórát töltik fel. Nem normális. Az sem normális, hogy nincs elég tanár, mert például most visszahívta a kormány a nyugdíjba vonuló, vagy nyugdíjban lévő kollégákat, úgy, hogy feloldotta azt a korábbi szabályt, hogy most megkaphatják a fizetésüket is, ha visszamennek, és nem kell lemondaniuk a nyugdíjukról, mert eddig ezt csak így tehették meg. Most ezt a szabályt egy évre feloldotta. Na de kérdezem én, az előbb azt mondtuk, hogy az informatikai ismeretek azért nem az idős korosztály erőssége. Ha egy 81 éves fizikatanár most ebben a tanévben fizikát tanít a diákjainak, hát én nagyon tisztelem az idős kollégát, de biztos, hogy nem ő van most ott a legjobb helyen, és a gyerek nem biztos, hogy tőle kapja meg a legnagyobb tudást, mert hogy azóta már ugye mennyit fejlődött a technika, az informatika, és ezekről ez a kollega várhatóan nem tud olyan mélységi tudást átadni, mint amire a gyereknek szüksége van. És akkor kanyarodjunk oda-vissza, hogy a diákok felemelő tevékenységei. A kicsit nem értik, mi folyik itt, és nagyon nem értik. De a szülők tudják, és a maguk szintjén szépen ügyesen mindenkinek elmagyarázzák. De talán érzik, nem? Érzik, ha nem is persze, értik, érzik, de érzik. Persze. Hát látják a tanár arcát, igen, látják a mozdulatait, látják a persze szeretetet a szemébe, látják az aggódást. De a nagyok, a, főként a közép is, a nyolcadikosok, hetedikesek, tehát a felső tagozatosok már nagyjából tudják, bizonyos információk, és ezért kell, hogy beszéljünk róla, nem csak itt a sajtón keresztül, hanem az iskolákban, óvodákban, szülőkkel, gyerekekkel kell erről beszélni, és nekünk ez egy következő fontos feladatunk, ezt is elmondom mindjárt, de a középiskolások már pontosan tudják, és amikor a legutolsó tüntetésükön ott vonultunk mi is, meg mi is virasztottunk, és jöttek oda kollégák a mi székházunkba, a Városligeti Fasori irodánkhoz, az nagyon-nagyon fontos volt, hogy azt skandálták, hogy tanáraink nélkül nincs jövő. Fizessétek meg a tanárainkat. Hogy ők pontosan tudják, és senki más nem tudja. Nem magukról beszéltek. Nem. Pontosan tudják, hogy a tanárok nélkül nincs jövőjük. Mert amit eddig elmondtam, azt ők már le tudják fordítani, rájuk nézve milyen beszéd jelent. És akkor itt mondom el, hogy egy következő akciónk az lesz, hogy október 5-én, az Oktatás Világnapján valamennyi ombudsman alapvető jogok biztosának a régiós irodái elé akciót szervezünk, mégpedig azért, mert az ombudsmanoknak a feladata az, hogy a jogaikban sérült társadalom tagjait megvédjék. Tehát össze fogjuk gyűjteni a hozzátartozó három megyéből, az intézményekből a legnagyobb problémákat, hogy az én iskolámból 6 tanító hiányzik. Hogy tanul meg a gyerek írni? Hogy lesz belőle értőolvasó, ha nem tanítónéni tanítja, tanítóbácsi tanítja meg? Tehát összegyűjtjük így iskolánként is a problémákat.
mi a szakszervezet, készítettünk egy arra a régióra vonatkozó általános adatsort az oktatási hivatal, a statisztikai hivatal KSH adataiból, meg általában a tapasztalatainkból, és ezeket hivatalosan át fogjuk nyújtani. 3 órakor lesz Budapesten, a Falk Miksa utcában a budapesti régiónak az ilyenfajta dokumentáció átadása, de minden egyes régiós központban, ugye sorolhattam összesen Budapesten kívül 60, ott is ugyanez meg fog történni délután 3 órakor. Lesznek olyan helyek, ahol ez nem 5-én, hanem 4-én lesz, mert a nyitvatartási időn belül, és ugye változnak, egy héten csak egyszer van ilyen irodai nap, ahhoz kell nekünk alkalmazkodni, hát ezt megkezdjük. Hát kinyithatnának, hogyha ilyen alkalom, meg ilyen esemény van, tehát azért megtehetnék. Megszerveztük, lesz, aki átveszi, de nem ez a lényeg, hogy mi odaadjuk és átveszik, hanem akkor ennek a hivatalnak kötelezettsége kivizsgálni azokat a problémákat, és nagyon remélem, hogy ez fog történni, mert egyébként ezért fizetik az állampolgárok az adójukon keresztül ezeknek a hivataloknak a működését. És még egy, szervezünk olyan akciót is, ahol a diákoknak tartunk olyan órát, ez a, hogy is fogalmazzam meg, ha már sztrájkolni nem lehet legálisan, akkor úgy fogunk egy napot november 22-e környékén megtartani, és ez azért nagyon fontos, mert akkor van a Magyar Közoktatás Napja. Ezt a pedagógusok szakszervezete alapította több mint 30 éve azért, abban az időszakban még akkor fogadták el a költségvetést, hogy bebizonyítsuk és érzékenyítsük azokat, akik a gombokat nyomják a költségvetés elfogadáskor, hogy az oktatás az nem kiadási tétel, hanem a jövőre vonatkozó befektetés. Tehát október 22-én olyan órát fogunk tartani, amelyben a demokráciáról fogunk beszélgetni, akár a kicsikkel, akár a nagyobbakkal, a maguk szintjén, hogy tudják, hogy mi történik körülöttük, hiszen ez egy olyan társadalmi probléma, amelyre később a történelem tantárgy során fognak majd valószínűleg visszautalást kapni. A kicsiknél általános iskola alsó tagozatában mennyire elterjedt a tanár és a gyerek közötti, vagy a pedagógus és a gyerek közötti tegeződő viszony? Hát én is... Mert én tapasztalok olyanokat, hogy igen, tehát tegeznek. Életkorból adódik. A kicsik még tegeznek. Én tanítottam felsőben is, de igazándiból én az alsó tagozaton találtam meg magam helyét a rendszerben, és megjönnek a gyerekek az óvodából, és hát különösen mióta a szülőket tegezik a gyerekek, és ez egy teljesen elfogadott norma, tegeznek a gyerekek, de hogy nem, soha nem tiltakoztam ellene, és szépen átalakul ez magától, és kialakul az, ami abban az oktatási intézményben elvárás. Soha nem volt vele probléma, én inkább ott látom a bajt, amiről az előbb beszéltünk, hogy a pedagógusok presztízse bizony nincs a helyén. És akkor, amikor a szülők, de most mondok egy csúnyát, amikor maga Orbán Viktor miniszterelnök úgy beszél a pedagógusokról, ahogy beszél, akkor bizony a pedagógusok presztízse nincs a helyén. Ez egy nagyon fontos tétel a mi tárgyalásaink során. A pedagógusok bére az óraszámoknak az óriási magas volta, sorolhatnám, ezek csak egy elemei a pedagógusok jól létének. De az, hogy az a fajta tisztelet, amit ott annak idején Klebersberg Kuno idejében tapasztalhattak a pedagógusok, hát azt azért nagyon vissza kellene hozni. Én pedagógus családból származom, az anyai nagyapám és az összes lánya pedagógusok voltak. Tehát én gyakorlatilag iskolában nőttem fel, mert a szolgálati lakása a nagyapámnak az a Klebersberg féle szolgálati lakás volt egy iskola udvarán. És aztán nekem az volt a közegem, hogy bent játszottam a nyári szünetben az iskola osztálytermében, és amikor a család összegyűlt, akár karácsony, akár bármilyen neves nap alkalmából, hát akkor arról szólt a diskurzus, hogy hát az iskolában, milyen, akár általános, akár középiskolában, akár az igazgatói szinten, mert a nagyapa igazgató volt, hogy milyen problémák vannak az oktatásban. Hát nyilván innen származik az én indítatásom is, és hát más volt. És akkor egy nagyon élő példát hoznék rá, hogy amikor
Befejezte a nagyapám a tanítást, ez nagyon fent, ahol a Tisza bejön az országba, egy picike falu volt Eperjeske, és mondtam, hogy egy Klebersberg által létrehozott szolgálati lakásban éltek. Akkor nyilván, amikor nyugdíjba vonult, akkor kellett egy másik élettér, és építkeztek Fehérgyarmaton, ez is közel van a Tiszához. Ez csak azért fontos, mert jött a 70-es árvíz, és bizony nagy károkat okozott abban az épületben, ahová a nagyapám költözött a nyugdíja után. És mi történt? Megjelent a falu népe teherautóval, építési anyagokkal, talicskával, lapáttal, mindennel, és jöttek segíteni. Akkor már nem volt igazgató a nagyapa, de volt egy olyan presztízse a falu egész lakossága felé, amelyből ez következett. És én akkor tanultam meg, hogy arccal, néppel vállalni kell azokat az ügyeket, amelyek fontosak másoknak, mert van, aki nem tudja érvényesíteni, nem tud önérvényesíteni, és nekik segíteni kell valakinek. Na és akkor erre való a szakszervezet. Visszatérve erre a tegeződő viszonyra, igen, ezt azért hoztam én szóba, mert volt egy kedves barátom, aki nem régen halt meg, mindjárt egy kis vizet, aki orvos volt és író. És egyszer egy hosszú tanulmányt írt az élet és irodalomba, hogy ő Amerikában élt a fél életét. Az angol nyelvben a tegeződés sokkal elterjedtebb, mint a magyar nyelvben. És azt mondta, hogy azt állította, hogy tulajdonképpen az angol nyelv tegeződő viszonyának az elterjedtség az nagyon jó hatással van az ezen nyelvet használó országok demokrácia értelmezésére. Tehát, hogyha megmaradna a tisztelet mellett, mert tegeződő is meg lehet adni a tiszteletet, de a tegeződés az egyenrangúságot hordoz magába. Tehát, hogyha ez megmaradna mondjuk a gyerekek, a kicsin gyerekek tegeződése később is, persze úgy, hogy a tiszteletet megadják, akkor az lehet, hogy a demokrácia oktatás szempontjából egy hasznos elem vagy momentum lenne. A mellérendelt viszonyrendszerek sokasága, mert a demokrácia az tulajdonképpen az összes többi az alá fölé rendelt, az nem demokrácia, tehát ott az... Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én a saját életutamból tudok erre példát hozni. A tegeződés és a magázódás, tehát nem fogja meghatározni a tiszteletet. Azt ki kell vívni, azért bizony sokat kell tenni. Én, amíg tanítottam, én tegeződtem a szülőkkel. Teljesen mindegy, hogy az a szülő milyen társadalmi státuszú volt. És én azt kértem a szülőktől, hogy és ők egymással is. És megbeszéltük, hogy a mi osztályunkban mi az érték, mi a norma, amit ez a közösség fontosnak tart, és azt kértem, hogy ha valami olyan történik, ami ezen túllép, és én azért be fogom írni a valamelyik rendszerbe, hogy ezt a keretet túllépte a gyerek, és megszegte az általunk hozott szabályokat, akkor ne az legyen a válasz, hogy ez a Zsuzsi néni nem normális, és mit irkászol ide vagy oda, hanem jöjjenek be, beszéljük meg, de a gyerek előtt soha, de soha ne rontsák a presztízsét a pedagógusoknak, mert az neki lesz rossz a későbbiekben. Gyönyörűen megértették ezt a szülők, és én azt gondolom, ezért nagyon sokat kell tenni, kellett tenni. De akkor, amikor pedagógus nap van, és én még mindig kapok szülőktől, olyan szülőktől, akik az első osztályomban tanítványok szülei voltak, úgynevezett rádgondolást pedagógus napon egy messenger üzenet erejéig, akkor én azt gondolom, hogy ott sikerült valamit megalakítani, vagy valamit elültetni és létrehozni. Ez egy hihetetlenül fontos, tehát még egyszer mondom, nem azért kell tisztelni a pedagógust, mert ő a pedagógus, hanem azért, mert kiérdemelte. Ez egy sziszifuszi, molyolós munka, ezt nem lehet megkerülni. De én azt tudom mondani mindenkinek, hogy de megéri. Na, de hát amit eltetszett mondani, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy itt nem csak a gyerekekkel kell foglalkozni, hanem ugyanúgy a szülőkkel is. És abban a pillanatban, hogy egy szülő olyat mond, hogy az a Zsuzsi néni már megint mit csinál, tulajdonképpen nem tesz más, mint döntési helyzetbe hozza a gyerekét, ami csak negatív döntés lehet, mert vagy a szülőt, vagy a pedagógust választja. Persze. Nincs jó döntés. Igen. Tehát ez nem egy komplikált feladat, de tudom, hogy nagyon sokan nem látják át, és hogy
nagyon-nagyon sokan élnek sajnos ezzel a negatív lehetőséggel. Kicsit még mondhatok ide hát valamit? Hogyne, van még egy olyan probléma, ami a tínédzserkor vége felé jelenik meg, amikor átalakul ez a nem, a tegeződésből átmegyünk a tessékelésbe. És a magyar nyelv e tekintetben nagyon bonyolult, mert mennyivel egyszerűbb lenne egyfajta megszólítást használni, akár köszönésben, akár megszólításban. Az ugye eluralkodott, hogy az, hogy maga, az egy ilyen degradáló szó. Ön, azt nem nagyon használjuk. Nem használjuk, de mégiscsak ott van a szókincsünkben. Most már nem annyira az alapszókincs, hanem a peremszókincs része, de ott van az, hogy vagy ön, vagy... Tehát nem tudják megszólítani... Az ön az mesterkért. Megszólítani a gyerekek, a felnőtteket, és amikor eljön az az idő, amikor ezt ő nem tudja hova tenni, főként a felnőtt nem, vagy a pedagógus nem, akit eddig tegezett, mert én voltam a tanár, és Pistike ülj rendesen, mert különben baj lesz, és aztán egyszer csak Pistikéből nagy fiú lett, és jött a gyerekével, és akkor lehet, hogy ez nem tisztázódott ott az elválás időszakában, akkor ez egy kicsit feszengős lesz, elkezdik egymást kerülni, és furcsa helyzeteket teremt tehát. Abban a tekintetben egyetértek önnel, hogy sokkal egyszerűbb lenne az élete mindenkinek, ha maradna ez a tegeződős forma, mert, mint mondtam korábban, nem ettől függ az, hogy tiszteljük-e, vagy nem tiszteljük-e a másikat. Amikor a családjáról, az indítatásáról beszélt, és a nagypapáról, aki az egész életét egy határmenti kis faluba tanítással töltött el, akkor én nekem rögtön az jutott eszembe, hogy akár helyettesíthetnénk pappa is, vagy papnak is nevezhetnénk, hiszen majdnem ugyanaz a társadalmi funkció volt részben az övé, ami régen a lelkészeké, a papoké volt. Családlátogatás, családokkal való törődés, a család egyben tartása, ez ma abszolút átment a pedagógusokra, tehát a pedagógusok vállán van, és ezért az egy nagyon csúnya dolog volt, amikor a kormány, és ez a Maruzsa nevű ember, nem is mondom, hogy államtitkár, hanem csak ember, azt találta mondani, és azt híresztelte, hogy nyugodjanak meg, meg örüljenek a tanárok, 3 hónap nyári szünetük van. Ami hát megint egy olyan szembeállítása a társadalommal, a pedagógusok szembeállítása, ami sehova se vezet, és normális észszerűet nem lehet mondani. Hát erről beszélek, hogy addig, ameddig Orbán Viktor és az oktatás irányítói, akik egyébként a pedagógusok presztízsének az emeléséért felelősek lennének, ilyeneket mondanak, ami hazugság, addig igen, abból az következik, hogy a pedagógusok ott tartanak, ahol ma tartanak. De ha előveszem a fele kezemet, és azonban őt új, elkezdem számolni, hogy június 15-éig tart a tanév általában, ott van az utolsó tanítási nap, hát ott nincs vége. Onnantól kezdve jön a anyakönyvek, a naplóknak, a mindenféle dokumentációknak a lezárása, rendezése, az iskolában a tanterem, a szertárak, a mindeneknek a rendezése, a ballagás, az évzáró, a bizonyítványosztás, amit ki kell tölteni egyébként a pedagógusnak, nem kevés reggeltől estig tartó munkával is sorolhatnám, és ott van az érettségi, ami majd csak július akár hanyadikán fejeződik be, és akkor jönnek a nyári táborok, a kötelező iskolai táborok, a nem tudom micsoda, és augusztus 20-a környékén előtte egy-két nappal, vagy utána rögtön kezdődik a tanév. És a pedagógus ráadásul nem olyan, mint a többi munkavállaló, hogy rendelkezem X nap szabadsággal, amit a munkatörvénykönyve meghatároz számomra, és akkor veszem ki azoknak a szabályoknak mentén, ahogy nekem szükségem van a családi életem, vagy a pihenésem kapcsán. Pedagógus akkor veszi ki, amikor szünet van, és nincs ott a gyerek. És a család hozzá van igazítva. És az egész családja így működik, szóval ezek nagyon bonyolult és nagyon összetett dolgok, de még egy tételmondatot szeretnék elmondani. Magyarországon, és ez a presztízsről szól, Magyarországon a pedagógusok a bértekintetében Európához viszonyítva, az európai pedagógusokhoz viszonyítva legutolsó helyen vannak, a munkaterhek tekintetében meg legelő vannak. És ez abból ered, hogy almát a körtével nem lehet összemérni. És amikor a miniszter leszűrte, és azt mondta, hogy a krétarendszeren megmérte, hogy mennyit dolgoznak a pedagógusok, és keveset, akkor én mindenkinek azt üzenem, hogy ez nem így van, de elég csak ránézni a gyerekének, hogy meddig van iskolában, és hogy telik a nyári szünet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A
pedagógusok szakszervezetének, remélem most jól mondta elnökét, Szabó Zsuzsát hallgattuk, vele beszélgettünk, és hadd kérjem meg arra, hogy október 5-e után, a nagy országos demonstráció után legyen ismét a vendégünk, és nézzük meg, hogy mire jutottak. Tehát, hogy milyen a társadalmi fogadtatás, milyen a kormányzati fogadtatás, és hogy léptünk előre. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet.